Az Európai Bizottság javaslata két fő pilléren nyugszik, az első a gázellátás diverzifikálása, a másik pedig az energiahatékonyság, illetve a megújuló energiaforrások arányának a növelése, de közben az olajbojkott is folyamatosan terítéken van. Magyarország egyértelműen a vétó mellett foglalt állást, és ezt már mint az uniós alapjogból eredő intézményt jó ideje támadják a progresszív politikai erők. Az Európai Parlament alelnöke Katarina Bárli asszony arcátlanságnak nevezte, hogy Magyarország élni mer ezzel az eszközzel, és Robert Habeck német alkancellár azt lebegtette be, hogy Magyarország nélkül is be lehet nevezetni az olajbojkottot. Ez utóbbi ötletet ön vadarságnak nevezte, de mi lesz, ha nem egybevont formában, hanem nemzeti hatáskörbe delegálva valósítják meg az olajbojkottot? Összejöhet egy ilyen forgatókönyv ön szerint? Kezdjük ott, hogy ahogy ön is pontosan fogalmazott, az Európai Uniós Alapszerződés világosan rögzíti, hogy mely kérdésekben milyen módon lehet döntést hozni. Az olajembargó, vagy bármilyen ilyen embargóra vonatkozó kérdésben teljes egyetértésre van szükség az Európai Uniós tagországok között. Ez nem véletlen. Az Európai Unió a közös európai együttműködésnek az étosza, az alapértéke az az, hogy konszenzust, teljes egyetértést kell teremteni. Nem lehet arról szó, hogy a nagyobb gazdasági súllyal, a nagyobb világhatalmi súllyal, a nagyobb katonai erővel, a nagyobb lélekszámmal bíró országok, azok lenyomják a kisebbek torkát. Egyenjogú és egyenragú európai országok partneri együttműködéséről van szó. Tehát a helyzet az szerintem súlyosabb, amit a német alkancellár, illetve az Európai Parlament német szociáldemokrata alelnök asszonya mond, az az alapvető európai értékeket fenéken billenti. Arról van szó, hogy pont ők, akik folyamatosan, persze hazudozva, de a lengyeleken és a magyarokon kérik számon az európai értékek betartását, az ilyen és ehhez hasonló nyilatkozataikkal támadást intéznek az európai értékek ellen. Ez egy jogállamisági kérdés. Az Európai Unió alapszerződésének a betartása az a legfontosabb jogállamisági kérdés. Aki nyilvánvalóan a saját politikai érdeke okán, vagy mondjuk azért, mert duzzog, hisztizik, csalódott, azért az Európai Unió alapszerződésének a figyelmen kívül hagyását, az Európai Unió alapszerződése konkrét rendelkezéseinek a megszegését helyezi kilátásba, az támadást intéz egy fontos európai érték, az egyetértés kialakítása ellen, ezáltal a jogállamiság ellen. Tehát azt tudom mondani, hogy igen, ahogy ezt tegnap egy televízió interjúban fogalmaztam, ez egy badarság. A dolog mégis veszélyesebb ennél, mert láthatóan erő alapon akarják ezt is eldönteni, nyílt támadást intéznek, nem ellenünk, nyílt támadást intéznek az európai együttműködés egyik nagyon fontos alapértéke ellen. Na most, ami az egész olajembargóra vonatkozó javaslatot, illetve az Európai Bizottság múlt héten a keleti, az orosz energia behozataltól való függetlenedést célzó javaslatát illeti. Ugye eleve a sorrend az tökéletesen elhibázott. Tehát egy végig gondolatlan, egy rossz, egy az Európai Uniós tagországok legkevesebb egyharmadának a határozott elutasítását, tiltakozását kiváltó olajembargós javaslatot fogalmazott meg az Európai Bizottság, és miután ezzel kapcsolatban nagyon éles kritikákat kapott, mondom még egyszer, a tagországok legkevesebb egyharmada hallani sem akart erről a javaslatról, és ennek kapcsán azt mondták, hogy rendben, de például hol van egy terv, hogyha nem hoz be az Európai Unió például kőolajat keletről, az oroszoktól, akkor milyen módon lehet ezt pótolni? Hogyan gondolja az Európai Bizottság az Európai Unió 27 országának a gazdaságát átalakítani úgy, hogy ne kelljen keletről behozni kőolajat, vagy éppenséggel gondolom azért az is a tervek között van, hogy ez már a földgázra is kiterjedjen ez az embargó. Na ezután rossz sorrendet választva másodjára fogalmaztak meg csak egy javaslatot. És innentől kezdve azt tudom mondani, hogy ha überelhető, ha fokozható még a baj, akkor ezt a munkát elvégezte az Európai Bizottság. Egy minden elemében megalapozatlan hatástanulmányokat nem tartalmazó, illuzórikus. Tehát tényleg azt tudom mondani, hogy ha az embernek ebben a súlyos helyzetben lenne kedve kacagni, akkor a térdét tudná csapkodni a rőgéstől, olyan
őrültségeket tartalmazó elképzelést fogalmazott meg az Európai Bizottság. Szinte minden konkrét elemében a tökéletesen megvalósíthatatlan lázálomszerű elképzelés, amit megfogalmaztak. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy ez egész átállás az előttünk álló legkevesebb 5-7 évben 300 milliárd eurónyi befektetést igényel az Európai Unió tagországaitól. A szakértők azt mondják, hogy a tényleges szám az valahol a 450 és az 500 milliárd euró között van. És az Európai Bizottság azt mondja, hogy ehhez az Európai Unió ad összesen a 27 tagországnak 20 milliárd eurót. És legyen kedves a 27 tagország, a további 280 milliárd eurót a saját erőforrásaiból előteremteni, ami teljes képtelenség, nincs meg ez a forrás, nem tudják az Európai Unió tagországai, az unióban élő polgárok, családok, közösségek, gazdaságok ezt a terhet vállalni. Tehát a legelemibb feltétele nincsen meg ennek a bizottsági elképzelés megvalósításának. Mondom, arról már nem is beszélve, hogy a őrültségeket tartalmaz, hogy mindenki pontosan tudja, hogy már az is egy illuzórikus célkitűzés, hogy a megújuló energiából származó energiatermelés aránya 2030-ra érje el a 40%-ot, meg se fogja közelíteni ezt a mértéket Európai Unió szinten. Erre most egy tolvonással ezt az arányt fel akarják emelni 45%-ra. Gondolom azért, mert a papír mindent elbír. Tehát e tekintetben ez a helyzet, ami tehát az olajembargót illeti, a helyzet még súlyosabb, mert láthatóan kiderült, hogy az Európai Bizottságnak halvány segéd fogalma nincsen, hogy milyen módon lehetne megvalósítani a keleti, az orosz energia behozataltól való függetlenedését az Európai Uniónak. Ez a múlt héten nyilvánosságra hozott, tervnek mondott, de valójában kacagtató, illuzórikus megállapításokat tartalmazó, teljesen megalapozatlan anyagból kiderült. Az olajbehozatal betiltását illető javaslat pedig továbbra is az Európai Unió tagországainak legkevesebb egy harmadának a gazdaságát egyik pillanattal a másikra térdre kényszerítené. Sok ország gondolja ezt, egy országnak van bátorsága kimondani, hogy ez elfogadhatatlan, az pedig mi magyarok vagyunk, ezért egyébként hálásak is további 6-7-8 Európai Uniós tagország képviselői. De hát egyébként ki kell jönniük majd a fényre, hogyha szavazásra kerül a dolog. Bár kérdés, hogy elkerül-e oda? Hát a helyzet az faramúci bennél, mert egy ország vétója is éppen elegendő ahhoz, hogy egy ilyen dolog ne menjen át, úgyhogy ha és amennyiben szavazásra kerül a sor, mindenki teljesen biztos lehet benne, hogy a magyar álláspont az változatlan, tehát könnyen lehet, hogy meg nem sérte senkit se, de ez a sunnyogó álláspont marad meg. A saját álláspontjuk az a magyar állásponttal egyezik, a szavazatuk azonban attól eltérő lesz. Annak a biztos tudatában, hogy így is a célt azt el tudják érni, amit szeretnének, hogy ne legyen olyan olajembargó, az nem az ő nem szavazatuk által, hanem a magyar nem szavazat által fog megvalósulni. Érthető. Beszéljünk a jogállamisági eljárásról és az új országjelentésről. Varga Judit igazságügyi minisztert idézve, a süketek párbeszéde folyik párhuzamos monológok formájában. A jelentésben rossz oktatási helyzetről, szegregációról, korrupcióról, nem elég hosszú segélyezési időszakról, mármint a munkanélküli státuszban lévő segélyezési időszakról van szó, és még sorolhatnám, ez azért kicsit egybecseng azon ellenzéki üzenetekkel, amelyekkel a választási kampányban is találkozhattunk. A bizottság ajánlása ön szerint, illetve országjelentése ön szerint mennyire alapul a magyar viszonyok tényleges megfigyelésén, értelmezésén, elemzésén? Éppen tegnap volt az Európai Általános Ügyek Tanácsa, elnézést kérek, ez a pontos kifejezést, az Európai Tanács Általános Ügyek Tanácsa ülésén napirendjen a Magyarországot érintő 7. cikkek szerinti jogállamisági eljárás. Ennek kapcsán volt kénytelen hát a rájellemző kedvességgel, optimizmussal, de hát mégis a rezignáltság hangján is megszólalva azt megállapítani a Varga Judit igazságügyi miniszterasszonynak, hogy tényleg a süketek párbeszéde. Tehát egy minden alapot nélkülöző rágalom halmaz alapján indították el a 7. cikkes eljárást. A 7. cikkes eljárás eddigi több éve alatt, ennek a szakasznak a legelején az összes konkrét rágalom cáfoltatott,
pontosan tudja mindegyik tagállami kormány képviselője, hogy hazugság, amit a hetescikkelyes eljárást megindító dokumentum tartalmaz, és az az igazság, a valóságnak megfelelő állítás, amit a magyar kormány képviselője mond. És hát a módosításokat is elvégezték, bocsánat. És hát a módosításokat is elvégezték például a civil szervezetek tekintetében. A dolog az ilyen egyszerű. Hazug állítások, igaz, a valóságnak megfelelő cáfolat, és ezek után persze a feladat az továbbra is az, hogy ez a hetescikkes eljárás, bár semmi oka, indoka, alapja nincsen tovább folyjon, ez nem lehet máshogy, mint valóban így a süketek párbeszéde, újra ugyanazt, tehát még harmadik éve ugyanazokat a badarságokat, valótlanságokat, rágalmakat megfogalmazzák, majd a magyar kormány képviselője, most igazságügyi miniszter asszony pedig elmondja, hogy nem igaz ez az állítás, egy meg egy az nem hat, nem hét, egy meg egy az kettő. És akkor tudomásul veszik tényleg, oké, ők ezt mondják, Magyarország azt mondja, és persze a dolgunk semmi következménye nincsen, mert hisz azért a következmények csak tényekre alapulóak lehetnének, következmények megállapításához szükséges tények nincsen, tehát zajlik tovább ez az öncélú eljárás. Ami az országjelentést illeti, ez egy másik ügy, ez az úgynevezett európai szemeszter keletében egy ország gazdaság, szociálpolitikája, oktatási rendszere, tehát gazdasági és szociálpolitikai, szakpolitikai területeket érintő európai bizottsági álláspont és javaslatok együttese. Itt engem azt kell mondanom, hogy ez a 2008-as, 9-es gazdasági válságkor eldöntött közös uniós szándék, hogy legyenek koordináltak a tagállami hatáskörbe tartozó gazdaságpolitikai lépések, mert a válság, az akkori válság az egész Európai Uniót érinti, összehangolt válaszokat adjon az Európai Unió. De hát megint oda jutottunk, hogy a válság ugyan már elmúlt, de nem egyszerűen az összehangolást segítő munkát végez az Európai Bizottság, hanem durván az Európai Unió szerződések adta lehetőségeken messze túllépve beavatkozik a tagállamok gazdaságpolitikai, szociálpolitikai kérdéseibe. Azt kell mondanom, hogy ez az országjelentés, ez persze felmondja a leckét, a soros szervezetek által megfogalmazott, megint azt tudom mondani, a valósággal vagy köszönő viszonyban sem lévő, vagy csak meglehetősen sztohasztikus köszönő viszonyban lévő politikai rágalom mantrákat ismerteti. Tudjuk jól, hogy a legdurvább hazugság az a féligasság, úgyhogy rengeteg féligasság formájában megfogalmazott hazugságot tartalmaz, de az egész anyag eleje, én tegnap átolvastam ezt a dokumentumot, az a tényeknek megfelelő legfontosabb megállapítást tartalmazza, ami nem más, mintsem, hogy a magyar gazdaság attraktív, elismerése méltó felzárkózást mutat az Európai Unió gazdaságainak az átlagához. Amikor Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, akkor a magyar GDP, a magyar gazdaság teljesítménye az Európai Unió átlagának a 63%-át jelentette, 2021-re pedig ez már 76%-ra nőtt. A legnagyobb mértékű a 2004-ben csatlakozó országok közül a magyar gazdaság, Magyarország felzárkózása az Európai Unió átlagához. Ha a gazdaságpolitika, szociálpolitika területére vonatkozó Európai Uniós megállapítás is ezt elismeri, akkor azt kell mondanom, hogy ennél nagyobb dicséretet a jelen helyzetben alig tudunk megfogalmazni. Ami pedig a harmadik dolgot illeti, hogy persze megpróbálják ezeket az országjelentéseket is, ami gazdasági kérdésekre vonatkozik, jogállamisági ügyekkel összekapcsolni. Tehát eljutott a gondolkodási őrületben, eljutott már oda az Európai Unió, az Európai Bizottság például, hogy jogállamisági problémának próbál beállítani olyan tényeket, hogy igen, vannak még az Európai Unióban az unió átlagos fejlettségét el nem érő országok. De ez nem jogállamisági kérdés, hanem a gazdasági teljesítő képesség Európai Uniós átlagot még el nem érő volta. Ezt szokták mondani, hogy még gyengébben fejlett országokról van szó. Nem azért, mert nem akarnának fejlettebbek lenni, hanem mondjuk például azért, mert 50 éven keresztül kommunista megszállás alatt voltak, és ez olyan terheket jelent, amely terheknek a hatásait még nem tudták
a kommunista diktatúra elmúlta után sem teljes mértékben pótolni. Tehát azt tudom mondani, hogy ez az országjelentés a legfontosabb megállapítást illetően egy nagyon komoly elismerés nekünk magyaroknak a közös teljesítményünket, illetően persze nyilvánvalóan, ezért mégis egy uniós anyag, a különböző hazai és nemzetközi soros szervezetek, fogalmazunk úgy, hogy a valósággal köszönő viszonyban sem lévő rágalmait azért tartalmazza, de ezek csak appendiszként, kis kiegészítésként, lábjegyzetként jelennek meg ebben a dokumentumban.